Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. A fával tüzelők sokszor bosszankodnak a hamu miatt, ami elvileg nem kerülhet a kukába, akkor sem, ha már kihűlt. De sokszor mégiscsak ott végzi. Aki fával tüzel, kizárólag fával, nem is sejti, hogy a hamuval micsoda kincs került a kezébe, amit házon belül és házon kívül is sokrétűen lehet felhasználni. Tudták önök, hogy a fahamu rendkívül jó súrolószer és hatalmas segítség a házi asszonyoknak a fazék tisztításában, ha odaigették az ételt? Vagy hogy falfelületek színének felfrissítésére is jó? De nagy hasznát vehetjük a kertben is, talajjavításhoz. Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával a fahamu sokrétű felhasználásáról beszélgettünk. Nagyon sokan fűtenek napjainkban is fával, egyrészt azért, mert talán még a napjainkban is olcsóbb a tűzifa, mint amennyibe a gáz kerül. És akkor a fával tüzelők szembesülnek azzal a problémával, hogy akkor most mi legyen a hamuval. Hát a többség az bedobja a kukába, jobb esetben akkor, amikor már kihűlt, pedig tudjuk nagyon jól, hogy a kukába tenni a hamut, ez tilos, ezt a szemétszállító cégek is tiltják. Ennek ellenére valahogy mégis ott landolnak a hamus szatyrok, vagy a hamus vödrök, pedig aki hamuval rendelkezik, az nem is tudja, hogy ha fahamúja van, akkor igazi kincs van a kezeiben. Mit kell tudnunk a fahamuról? A fahamú igazából így, ahogy ön is említi, egy igazi kincs. Nézzük meg, mit is rejt ez a kincs magába. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önt és a kedves hallgatókat. Először találkozunk így ebben a évben, 2024-ben, önnek és a kedves hallgatóknak. Reményteli jó egészségben és szép kertészkedésben gazdag, boldog új esztendőt kívánok. A fahamu egy csodára való kiváló anyag. Nem is gondolnák nagyon sokan, hogy mennyi mindenre lehet használni. Tudni kell, hogy a fahamu és a fahamu között különbség van. Nézzük meg azokat a, vagy azt a fahamu tömeget, amit fel lehet használni akár kertben, akármilyen lakásban is, hogy milyen kincset érő anyagról van szó. A fahamut az emberiség már évezredek óta használja, hiszen a tűz mindig a megújulás, a megtisztulásnak a csodálatos fizikai jelensége volt, bizony sok gazdasági kárt is okozott, de a utána maradó értékes anyag, a fahamu felhasználhatósága, vagy akár a lakásokban, akár a kertekben igenis nélkülözhetetlen volt. Amikor elégetünk egy fát, vagy fa, tehát égés terméket, tudni kell, hogy számos ásványi anyag sót tartalmaz a fahamu. Erősen lúgos kémhatású anyagról van szó. pH értéke 10-13 közé esik. Ez mutatja azt, hogy a talajjavítás értéke kiváló. A lúg tisztító hatása a kálium tartalomtól függ, és ezért az egyes fahamu és fahamu között különbség van, eltérő a lúgosság értéke is ezeknek a fahamuknak. Általában, nem is tudom, gondolták-e, én is mértem, hogy a gyümölcsfák esetében erősebb lúg nyerhető ki, a például a bükkfának a hamujából. Tehát ha mértékét nézem, akkor a bükkfa erősebb értékű, de a jól ismert akácfa, illetve még a kukoricaszár hamujából is erősebb lúgot tudunk kinyerni. Nagyon fontos, hogyha fahamuról beszélünk, és arról a fahamuról, ami felhasználható a kertben vagy a lakásban, ez a tiszta fának a fahamuját jelenti. Tehát az már nem értékes fahamu, amiben ásványi anyagokat is elégettünk, műanyagokat, szén, egyéb olyan termékeket, amelyeket egy átlagos fűtésnél használunk fel. Tudni kell, hogy amiről most beszélgetünk, az a tiszta fának az elégetéséből maradt fahamuról van szó. Igen, tehát akkor aki szeméttel tüzel, mert sajnos nagyon sokan vannak ilyenek, látjuk is a kémények füstjét, hogy mi minden jön ki, milyen fekete mocsok jön ki a kéményekből, mert mindent beletesznek a kályhába, akkor ők ne vigyék ki a kertbe ezt a
terméket. Ne vigyük ki, illetve ne vigyük ki se a kertbe, se a komposztra, se a magas ágyakra, de még akár a lakásban történő felhasználásban se használjuk fel. Röviden, azokról a hamukról, amelyek mindent tartalmaznak, azok kazánból, kályhából történő kitermelés után, fémvödörben, fémeszközben, vagy kiterítve védett tűzvédelmi szempontból behatárolt helyre tegyük, azért, mert rejtett kisebb tűz kialakulásának lehetőségét rejti magába, és könnyen megolvadhat a műanyag szeméttároló, a műanyag zsák, vagy éppen tüzet is okozhat, ez amiben még parázs rejlik ezekbe a hamukba. Ezeket külön kell kezelni. A mi fahamunk, amiről mi beszélünk, ezt is tűzvédelmi szempontból úgy kell kezelni, hogy ki kell, hogy hűljön ez a fahamú, és utána lehet vele értékes dolgokat létrehozni. Nézzük meg, mik ezek az értékes dolgok, miket lehet ezekből a fahamukból kihozni. Kiváló tisztítószer. Sose felejtem el, hogy nagymamámék a fahamúval tisztították a porcelán tárgyakat, például zománzott edényeket, ahol leégett például egy tejberizs vagy tejbegríz, akkor ezekkel csillogóvá próbálták tenni, például üvegpoharakat is, sose felejtem el, evőeszközöket is díszítették, de a hamúval átdörzsölt tárgyakat bővízzel utána lemosták, és utána pedig szárazra töröltük, és bizony tényleg más volt a csillogása is ezeknek a tárgyaknak. Érdekességképpen például a bútorokra érkező vízfoltot fahamúval felitatták, és ennek következtében rá egy pici olajat, tehát fahamú olaj, és akkor ennek következtében fel is tudtuk itatni, és illetve a fa védelmében is szerepet tudtunk okozni, vagy tenni napraforgóolajjal, vagy diolajjal például. A faházak, nagyon sokaknak vannak kis nyaralók, faházak, horgász helységek, például ezeknek a faházaknak a külsejét, vagy a kerítések, az erszűküléseknek a meggátolására is meleg lúggal, tehát fahamus oldattal keféljük át ezeket a felületeket, megújul a színe ezeknek az épületeknek, vagy részeknek, és egy kicsit ilyen antikolt hatást kapnak, ami értékes színt visszanyerünk. Praktikus, hogy ehhez víz, és tehát egy hamu, három arányba tegyük vízzel, és főzzük meg egy kicsit, és ennek következtében ezzel az oldattal, főzött oldattal kenjük át a felülete. Csodára képes. Szaktalanító hatása van a fahamúnak, akinek például állatka, kutya, macska, kis hörcsög van a lakásba, például a macska alomba is javasoltam már többeknek, akik hozzám fordultak a sípos gazda oldalon, hogy a fahamú hozzákeverésével fantasztikusan lehet közömbösíteni azt a jellegzetes vizelet szagot. Még növényvédelemből nem hagyhatom ki, ugye a károsítókhoz tartozik a ruhamoly. A ruhamoly esetében például egy kis hamut textíliák közé beszórom, tehát nem a ruhákra, hanem egy kis textíliára rászórom a fahamut. Itt különösen kiemelném a bükk és az akáchamut, például a ruhamoly ellen kiváló hatékonysággal bír ez a csodaszer. Érdekes, amiket mond, hiszen ki gondolná, hogy ahelyett, hogy elmenjünk a boltba és vásároljunk valamilyen kemikáliát, amivel szintén ugyanezeket az eredményeket érnénk el, otthon egy elégetett fa is hozhat ilyen eredményt. Ugye nagyanyáink praktikája volt ez, amit aztán szépen elfelejtettünk. Sokan ugye újabb dolgokat, azt gondoljuk, hogy felfedezzük a spanyol viaszt, ahogy szokták mondani, vagy mondja a mondás, és hiszem azt, hogy dédszüleink, nagyszüleink, az őseinknek a tudása, tapasztalata igazából nem új keletű, hanem itt lett volna szép, amit mindig tanultunk, hogy apáról fiúra, anyáról leányra történő praktikáknak a megvalósítása megszakadt. És tehát nem fedezzük fel az új dolgokat. A természet ajándéka, a természet praktikája, a természet ősi körforgása, ugye megjelenik itt is, és a tanyák világába, a régi megél dolgokba
ott van, csak oda kell nyúlni és felfedezni újra. Vagy éppen modern köntösbe téve, de be kell tennünk a technológiába. Eszembe jutott még pár praktika, amit szívesen megosztok a kedves hallgatókkal. Itt van, ahogy említettem, a súrolás, az edényeknek a feljavítása. De bizony itt következik majd a tavaszi időszakban és a nyári időszakban a bográcsozásnak az időszaka. Kültéren például a bográcsoknál, grillezőknél, igaz, hogy picit még távol van, de készülve, hogy például akár a bográcsok átdörzsölésénél, grillezők átdörzsölésénél, lefolyó csöveknek a tisztításához beltérben, például bejuttatva és azzal az üvegtisztítóval átdörzsölve, fantasztikus csodát lehet elérni. Mosólóg is készíthető belőle, egy rész fahamú és négy rész vízzel forrázzuk le, és egy éjszakán hagyjuk így ezzel az oldattal az edényt, kicsit utána átmosuk mosogatószerrel, fantasztikusan el lehet távolítani a kormot, egyéb lerakódásokat az adott felületről. Másik, ami nagyon praktikus, például a lógoldatnak a töménységének meghatározására, például a tojást használhatjuk. 15%-os lógba úszó tojásnak felfele emelkedik a folyadékba, akkor ennek következtében a 8%-osból egy negyed részében, 4%-osban pedig a tojás lebeg. Tehát még egyszer, amikor picit 8%-os, akkor lejjebb van a tojás, hogyha 4%-os, akkor pedig feljebb jön a tojás, lebeg a felszínén. Milyen csodálatos, tehát nem volt számítógépes számítás meg minden, hanem a nagyszüleink, a nagymamáink, dédmamáink így is megállapították. Mindig azt tanították, nagymamám, még kisfiam, olvassa természet jeleiből. Hogy repülnek a fecskék, a hangyák, miért ordít úgy a szamár. Tehát mindenből, vagy a gyöngytyúkok miért úgy sivítanak. Fantasztikus dolgot a természet, nem hazudtolja meg magát, csak le kellene lassulnunk és olvasni belőle. Nem csak bent a házban használhatjuk a fahamut, hanem kint a kertben is. Ott milyen szolgálatot tesz? A szabadtéren, például akár magas ágyakba, akár kertjeinkbe, zöldséges kertekbe nagyon jól tudjam befolyásolni vele a pH tartalmát az adott talajnak. Úgy, ahogy mondtam, lúgosításban játszik szerepet, tehát ha túl savas a talajom, akkor a fahamú hozzáadásával tudom a pH értékét csökkentve beállítani. Erre is kiválóan felhasználható. Leginkább erre lehet, de például a fahamúnak van hatása, például a csigák ellen, tehát a csigák elleni hatás szempontjából is jó. Saját praktikáimat szeretném megosztani. Fahamu sót tartalmaz, tehát megolvasztja a jeget. Ezért például, ha lehet, utak, járdák jégmentésítésére használjuk a fahamut. Ne só, ne különféle só formában szennyezzük a környezetet, hanem fahamuval. Védi a növényeket a téli fagytól, tehát hogyha rászórjuk a növényre, akkor például a fagy hatás szempontjából is tudjuk segíteni a növényeinket. Persze kemény fagy ellen nem fog védeni a fahamu, de a mínusz 1-2-3-4 fokos hőmérsékletben tud védeni. Kiváló biotápszerként is szoktam javasolni a fahamut, hiszen foszfor, káliumot, nyomelemeket tartalmaz, ezért például serkenteni tudom a növényeknek a fejlődését, nincs benne klór, és ezért a hamu legkiválóbb a káliumos trágyaként is szoktam a kis szaktanácsadási praktikáimba javasolni. A savas földnek ajánlott, de csak óvatosan, a palántázott növények jobban bírják, de a helybe vetett növényeinek megárt a túl lúgos talaj, ezért érdemes odafigyelni. A lúgosabb talajt, a hamuval dúsított talajt megfigyeléseim alapján jól bírja a paradicsom, szőlő, bab, spenót, borsó, avokádó, fokhagyma, ezek a növények, de még a rózsa ültetésénél is az ültető gödörbe fel tudjuk használni a tél folyamán összerakott fahamut, tároljuk el, és bátran lehet hozzányúlni ebben az évben is a növényeink ültetésénél. Alkalmazzunk fahamut, csodára képes, legyünk a természet hőforgásával. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.